A jó szándék ellenére is többet árt, mint használ a hulladékok rossz válogatása. Sokan még mindig nem a megfelelő helyre dobják a szemetüket, noha az edényen lévő matrica egyértelműen mutatja, mi mehet bele és mi nem. A szelektív hulladék szakszerű gyűjtésében is segítünk ma hasznos tanácsokkal, és lássuk, mit kínálunk még a 35 percben. Üdvözlöm Önöket! Black Friday, ne ugorjunk bele semmibe meggondolatlanul. Bench Model, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum jól működő képzési rendszere, szelektív hulladék jövőre már megyeszerte két hetente gyűjthetik. Van, ahol már megvolt, sok helyen azonban ezen a héten tartják a fekete péntek akciókat. Noha a Black Friday a vásárlóknak jelentős leértékeléseket jelent, nem árt odafigyelni a részletekre, az apró betűk ugyanis könnyen okozhatnak kellemetlen meglepetést. Ne beszélve a trükköző, elsősorban webáruházakról. Köszöntöm a stúdióban dr. Kis Benedek Damariszt, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogászát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy picit beszélgessünk magáról az egyesületről. Milyen céllal, mikor jött létre a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete? Mi a feladata? Egyesületünk 2003-ban jött létre, és az elsődleges célunk az, hogy tanácsot adjunk a fogyasztóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a fogyasztóvédelmi buktatókat elkerülni, illetőleg, hogyha már valami problémájuk van, kérdésük van, akkor ebben tanácsot adjunk szakszerűen, merre érdemes elindulni, és fontos kiemelni, hogy pénzügyi fogyasztóvédelem területén is segítünk, tehát bank és biztosítóval való jogvita esetén is tudunk segítséget nyújtani. Mennyire élnek ezzel a lehetőséggel a fogyasztók? Mennyire terjedt ezzel a fogyasztók körében? Azt tapasztaljuk, hogy sokan ismerik ezt a lehetőséget, hogy egyesületünkhöz lehet fordulni, és mi díjmentesen segítünk, de igyekszünk is minél inkább elterjeszteni ezt a lehetőséget, hogy igen, hozzánk lehet fordulni, és szívesen segítünk. Vállal-e abban feladatot az egyesület, hogy ez a fajta tudatos vásárlás elterjedjen az országban, hiszen sokkal jobb megelőzni ezeket a problémákat, mint aztán majd egy hosszas herce-hurca után lehet, hogy keserű szájízzel a tapasztalatot leszűrve vonulunk ki a helyzetből. Igen, abszolút célunk az, hogy minél inkább a megelőzést kommunikáljuk. Természetesen segítünk, amennyire csak tudunk, amikor már konkrét panasz van, de mindig nagyon örülünk, amikor tudatosak a fogyasztók, és még mielőtt valamilyen vásárlásba, hitel vagy kölcsönfelvételbe belemennének, először megkeresnek minket. Tehát akár közösségi médián keresztül, vagy akár iskolákba elmenve vásárlással kapcsolatos előadások szívesen tartunk, és akkor így tudunk segíteni abban, hogy már amikor megtörténne a probléma, már akkor felkészültek legyenek, tudják, hogy hova kell fordulni, de tudatosan vágjanak bele minden ügyletbe. Most is azért van itt. Így van. Így karácsony előtt különösen fontos. Mik a leggyakoribb tapasztalatok, mik a legáltalánosabb nehézségek vagy fennakadások a vásárlás során? Amit leggyakrabban tapasztalunk az, hogy nem átgondoltak a fogyasztók. Tehát, hogy nagyon gyakran vásárolnak impulzusszerűen, és most az utóbbi időben itt a járvánnyal terhelt időszakban pedig abszolút tapasztaljuk, hogy a webáruházas vásárlások, vagy az internetes vásárlások, ha még inkább tágítani szeretném a területet, akkor azok abszolút így első helyre kerültek. És hát itt azért sok olyan helyzetbe lehet kerülni, ami ismeretlen a fogyasztóknak, és nem is tudják, hogy esetleg figyelni kellene, és akkor akár csak tényleg egy kis figyelmes bővebb olvasással, értelmezéssel el lehetne kerülni a legtöbb problémát. Mik a legnagyobb buktatók? Mondjuk az internetes Igen. vásárlásnál. Webáruházas vásárlásnál még mindig, pedig sokszor azt érezzük, hogy már annyiszor beszéltünk róla, de úgy tűnik, hogy még mindig kell róla beszélni, hogy nem nézzük meg, hogy ki az eladó. Tehát rákattintunk egy weboldalra, akár felugró ablakként, és jónak tűnik az ajánlat, de azt nem nézzük meg, egy pici olvasás kellene sokszor, hogy ki az eladó. Ebből nagyon sok probléma lehet, mert sokszor annyira nem derül ki az oldalból, hogy ki az eladó,
hogy egyáltalán nem is lehet azonosítani. Most, ha nem lehet azonosítani, hogy ki az eladó, akkor reklamációt sem tudunk hozzá küldeni, hiszen nem tudjuk, kinek kell címezni, hol elérhető. De ami még rosszabb, hogyha jogi lépéseket szeretnénk tenni, polgári jogi lépéseket, vagy hatósági bejelentéssel élnénk, akár a fogyasztóvédelemnél, gazdasági versenyhivatalnál, azt a fogyasztóként nem tudjuk megtenni, hiszen nem tudunk mondani egy cégnevet, vagy egy székhely címet, ahol ezzel indulhatna ez az eljárás. Sok helyen hirdetik most a Black Friday akciókat. Van, ahol már meg is történt, de azért karácsonyig még sok helyen lehet erre számítani. Mi az, amire odafigyeljünk ezekben a helyzetekben? Igen, ugye ez a nagy akciózás időszaka, ugye sokan azért is várják, vagy kivárnak egészen idáig, ezig az időszakig a vásárlások kapcsán, hiszen várják a nagy akciókat. Amit érdemes megfigyelni, hogy gyakran bele lehet futni az úgynevezett fiktív árkedvezménybe. Ez azt jelenti, hogy bár úgy tűnik, hogy van akció, és ez egy jó akció, azonban ha az ártörténetet visszanézzük, akkor kiderül, hogy igazából nem volt kedvezményes vásárlás. Ez ugye gyakran ott derül ki, hogy akár csak mondjuk az akció előtti rövid időszakban, akár egy-két nappal előtte van egy jó magas eredeti ár, nyilván az lesz majd az akciózás időszakban áthúzva, és egy akciós ár ehhez képest nagyon szépen fog mutatni, de hát tulajdonképpen igazából nem vásároltunk akciósan. Itt azt szoktam mondani, hogy aki tudatos fogyasztó, és azért ma az internetvilágában ezt már ügyesen meg lehet tenni, érdemes, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk vásárolni, tényleg megint az van, hogy nem impulzusszerűen vásárolunk, hanem tudjuk, hogy mit szeretnénk, akkor megnézzük, már akár hónapokkal előtte lekövetjük, mi, hol, milyen áron van, és akkor látjuk, hogy hogyan mozog az ár. És akkor igazából nagyon hamar kiderül, hogy ez a nagy akció, az nem is akció, innen vásárlunk, feleslegesen, nem csalódunk, hogy hát kiderült, hogy ez az akció nem volt akció. Másrésztről pedig, ha ilyennel találkozunk, akkor tudjuk, hogy bejelentéssel is élhetünk a hatóságoknál, ugye a fogyasztóvédelmi hatóság, ugye ami a kormányhivatalokban működik, vagy ha ez országos kihatással van, nem csak egy területre jellemző, akkor akár a gazdasági versenyhivatalnál megtehetjük a bejelentésünket, a hatóságok ezt kivizsgálják, hogyha megállapítható a jogsértés, akkor szankcionálják. Nekem volt olyan személyes tapasztalatom, hogy hétfőn olcsóbban meg lehetett venni ugyanazt a terméket, igen, amit a Black Friday hétvégén meghirdettek valamennyiért, de ez most csak így zárójel. Amennyire én tudom, erről most jogszabály is született a kereskedők számára, hogy hogyan kell ezeket az akciókat, milyen árhoz kell viszonyítani. Igen, tehát eddig is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatként szankcionálhatta a hatóság. Azonban valóban, tehát 2022. május 28-ától életben lép egy sokkal szigorúbb szabályozás, ahol ezek a játszmák, ezek már egyértelműen megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, és ennek megfelelően szankcionálható is. Mi az, amiben az Egyesület tud segíteni? Most elhangzott, hogy hová lehet fordulni, hogyha valamilyen fogyasztóvédelmi panaszunk van, az Egyesület mit tud segíteni? Igen, egyesületként ugye a tanácsadással foglalkozunk, tehát hogyha e-mailben, vagy telefonon, vagy a közösségi oldalon megkeresnek minket, akkor szívesen segítünk abban, hogy milyen jogszabályok mentén, hogyan lehet elindulni. Magánjogi jogvitáról van szó, esetleg békeltető testületet meg lehet ezzel keresni, vagy olyan jogszabálysértés van, aminél érdemes bejelentést tenni a hatóságoknál, sőt igazából abban segítünk, hogy ha valódi olyan panasz van, ahol jogilag is van esélye a fogyasztónak, akkor ő maga milyen érveket használhat, milyen jogszabályra hivatkozhat, hiszen az a célunk, hogy olyan eszközt adjunk a fogyasztó kezébe, hogy ezeket ő használva, a levelébe belefogalmazva, akár meggyőzze a vállalkozást arról, hogy igen, neki igaza van, és mondjuk visszajár a pénz, stb. Miért kap kiemelt figyelmet a banki biztosítási ágazat az önök tevékenységében? Hát abszolút azt tapasztalható, hogy ha alapvetően azt látjuk, hogy sokszor a vásárlás is nehézséget okoz, hiszen annyi minden ér minket, annyi ajánlat van ebben megtalálni a jót, sajnos olyan sokan akarnak minket megtéveszteni, hogy ebben elég nehéz eligazodni. Most ez sokkal nehezebb és bonyolultabb, amikor a pénzügyeinkről van szó. Milyen hitelt vegyünk fel, mikor, miket érdemes végig gondolni, és ha baj van,
akkor merre érdemes elindulni, van-e segítség, vannak-e fórumok, ahol érdemes megpróbálni. És éppen ezért ugye a Magyar Nemzeti Banknak fontos volt az, hogy a Budapesttől távolabb élő fogyasztók sem legyenek ebben a tekintetben egyedül, és éppen ezért létrehozta ugye a pénzügyi navigátor tanácsadóirodákat. Ezek közül 7-et működtet így országosan, megyeszékhelyeken az egyesületünk, köztük itt Nyíregyházán is van egy tanácsadóirodánk, és akkor ezeken a helyzeteken, akár nehézségekben tudnak segíteni tanácsadó kollégáink. Mi az, amire figyeljünk oda, és ha már itt karácsonyi vásárlásról van szó, ugye van, aki hitelre vásárol nagyobb értékű fogyasztási cikkeket, mit kell figyelni? Igen, ez nem ritka dolog, hogy valaki az ajándékbeszerzést ebből adja meg, vagy sokszor úgy gondolják, hogy év végén esetleg valamilyen nagyobb értékű beruházást ekkor hajtanak végre, például nagyháztartási gépek vásárlását tipikusan akár hitelből szokták megoldani. Amire érdemes figyelni, ez szintén egy tudatos vásárlóra vallana, hogy megnézni, hogy milyen költségeink vannak úgy általánosságban, mik azok a kiadások, amikkel amúgy is számolni fogunk. Tervezünk-e, vagy várhat valami nagyobb kiadás, mi a házi, családi, vagy akár a személyes költségvetésünk. Ugye ilyen esetekben nézni kell azt, hogy mit szeretnénk, mi a célunk, egy árut szeretnénk megvásárolni, vagy akár az év végén kicsit kicsúsztunk a keretekből, és ezt hitellel szeretnénk pótolni. Nézzük meg azt, hogy ha felveszünk egy hitelt, akkor milyen törlesztő részlet várható, hiszen ugye azt be kell építeni a költségvetésünkbe, mi lesz a futamidő, milyen hosszú lesz, mennyi időn keresztül fog ez pluszban minket terhelni. Mi a THM, ugye ez a teljes hiteldíj mutató, ez megmutatja azt, hogy összességében kamat, díj és költségek esetében még mi fog minket terhelni. És akkor ezekkel tisztában lehetünk, illetve azt is érdemes mérlegelni, hogy milyen rendszeres bevételeink vannak. Tényleg minden hónapban számolhatunk mondjuk a fizetésünkkel, vagy csak változó, ritka összegek érkeznek be, hiszen a rendszeresség szempontjából egy törlesztő részletnél ez nagyon fontos. És ilyen irodájuk itt Nyíregyházán is van? Így van, Nyíregyházán is van, ahol kollégáink segítenek, interneten megtalálható az ügyfélfogadási időnk, elérhetőségünk, hogyha felmennek a pénzügyifogyasztó.hu oldalra, akkor magáról a egyesületünk által működtetett pénzügyi navigátor tanácsadóirodákról olvashatnak részletesebben, és az irodák menüpont alatt pedig láthatják, hogy itt Nyíregyházán pontosan hol, mikor lehet elérni kollégáinkat. Azok az ügyfelek, akik önökhöz fordulnak, azok hány százaléka tud elégedetten lezárni egy-egy ilyen problémás ügyet? Azt tapasztaljuk, hogy nagy segítséget tudunk nyújtani ebben. Sokszor mi is meglepődünk, hogy egy-egy jól megfogalmazott panaszlevél a banknak, vagy a biztosítónak milyen sokat jelenthet, illetőleg ugye segítünk abban, hogyha olyan szakaszban van az ügy, hogy a pénzügyi békeltető testülethez fordulhatnak, ugye ez egy alternatív vitarendezés, nem peres eljárás, díjmentes eljárás, hogy van ilyen lehetőség is, ahol akár méltányossági eljárás keretében már mondjuk végrehajtási szakaszban is van lehetőség segítséget kérni. Tehát azt látjuk, hogy akár pozitív módon is zárulhatnak a helyzetek, illetve amit tapasztalunk, hogy akik hozzánk fordulnak, fogyasztók, nekik sokszor az is sokat jelenthet, hogy egy jogi szakértővel, egy empatikus embernek elmondhatják azt, hogy pénzügyi helyzetben nehézségeik vannak. Az emberek nehezen beszélnek erről, nehezen vállalják fel, hogy esetleg hoztak egy rossz döntést, vagy akkor jó döntésnek tűnt, de az élet elsodorta őket. És akkor mi azt tapasztaljuk ezekben a tanácsadóirodákban, hogy jól esik, hogy valaki empátiával fordul hozzájuk, és segít, mindent megtesz az érdekében, hogy az ügy legalább, ha egy kicsit is, de előre menjen, vagy teljesen megoldódjon. Dr. Kis Benedek Damaris, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket mindenről. Én is köszönöm a lehetőséget. A rugalmas tanulási módszereket és a Bench Model új elemeit mutatta be az a szakmai workshop, amelyet a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tartott a napokban a Bench László szakképzőiskolában. A résztvevők az előadások mellett betekintést nyerhettek az iskolában folyó gyakorlati képzésbe is, a dobbantó program, az orientációs képzés és a műhelyi iskola keretein belül. Precíz szalvétahajtogatás, asztalterítés, kedves tisztelettudó vendéglátás. Vendelés tanulótársai a november 30-ai pincér segédvizsgára készülnek.
A dobbantó programban először elvégezték a 8 osztályt, majd szakmát tanulhattak. Az asztaltól úgy állunk meg, hogy mi vegyük őszre őket, de ők minket nem. És ha netán valamit kérnek, vagy valami, akkor mi oda tudjunk nekik menni, és akkor igen, segíteni. A nyíregyházi Bencs László szakképző iskola egyik legfőbb feladatának tekinti a tanulók hátrányos helyzetének megszüntetését és az esélyteremtést. Alternatív ösztönző programjaikon keresztül szakmák elsajátításához és felzárkóztatáshoz járulnak hozzá. A tanárok mentorként arra törekednek, hogy a gyermekek képességeiknek és terveiknek megfelelő képzettséget kapjanak a dobbantó program, orientációs képzés és a műhelyi iskola keretein belül. Nekem nagyon sok erőt adott ebbe meg, tényleg kitartást, és én ennek nagyon örülök, meg az oktatóknak is köszönöm szépen, hogy mellettem voltak mindenben. A Bencs modell 3 részből áll. A dobbantó programban 8 osztály elvégzése és alapkompetencia fejlesztés történik, az orientációs osztályban a magatartási és kompetencia zavarokkal, nehézségekkel küzdő diákokat képességeik alapján segítik a pályaválasztásban, családias közegben kialakított környezetben felzárkóztatják őket. A műhelyi iskolában pedig igazi szakmai végzettséget szerezhetnek a diákok. Kallós Angéla az intézmény igazgatójaként látja, hogyan lehet a gyakorlati képzésben hathatós eredményeket elérni. Az első országos szakmai workshop hiánypótló rendezvény volt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakképzőiskolája első ízben szervezi meg ezt az országos rendezvényt. Igazából pozitív visszajelzések ösztönöztek minket arra, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetését meggyőzzük arról, hogy szükség van erre a konferenciára. Mi is meglepődtünk, hogy milyen sokan regisztráltak az ország különböző területeiről. Ebből is látszik, hogy hiánypótló rendezvényről van szó. Nem minden történet végződik happy enddel, és nagyon sok szomorú dologgal találkozunk. Ugye a gyerekek egyrészt hátrányos szegregált településekről, környező bokortanyákról érkeznek, ahol alapvető szociális feltételek nincsenek meg, vagy csonka családban, de nagyon sok állami gondozott gyermek tanul nálunk. Mindenkinek más a története, és mi megpróbálunk ezekre az egyéni történetekre, problémákra, mindre orvosságot nyújtani, ha más nem, akkor a szeretetünkkel, empátiával, odafigyeléssel, ehhez itt megvannak a szakemberek, de nyilván minket is elfáraszt lelkileg, főleg itt a név végére majd a helyzet, illetve a covidos intézkedések az elmúlt évben megnehezítették azért a kapcsolattartást, hiszen a digitális oktatás ebben a rétegben nem működött. Itt úgy oldottuk meg, hogy postáztunk nekik feladatot, illetve lehetőséget biztosítottunk konzultációra. A műhelyekben gyakorlati képzést kapnak a diákok. A szakképzés feladata ebben az intézményben a hátránykompenzáció. A szakképzés átalakításának egy fontos lépése a rugalmas tanulási utak programjának a kidolgozása. Három elemet tartalmaz, az orientációt, a dobbantó programot és a műhelyiskolát, és a célja, hogy a lemorzsolódás által veszélyeztetett jövőképpen még nem biztos, de a szakképzés iránt érdeklődő fiataloknak nyújtsunk egy lehetőséget, adott esetben nyújtsunk egy védőhálót, hogy bent tudjuk tartani a rendszerben. A három program közös eleme, hogy egyénre szabottan, egyéni fejlesztési tervek alapján mentor segítségével történik a diákoknak a fejlesztése, és a célja pedig, hogy szakmához jutva egy biztos jövőképet tudjunk az munkaerőpiacra való kibocsátással együtt a fiatalok számára biztosítani. A jelenlegi dobbantó program a 8. osztályt még nem végzett, az általános iskolából lemorzsolódó fiatalokat várja. Ők kapcsolódnak be ebbe a programba, és a program keretében felkészítjük őket, hogy tovább lépjenek a műhelyiskolába, ahol egy részszakmát sajátítanak el mester segítségével, és a dobbantó programmal és a részszakma elsajátításával alapfokú végzettséget és szakképzettséget adunk számukra. A szakmai nap ösztönzés a közös együttműködésre. Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak nagyon fontos feladata a munkaerőpiaci igények gyors, rugalmas kiszolgálása, és hát egy nagyon széles palettával rendelkezünk 10 iskola révén. Azt gondolom, hogy jó szakember
embereket adunk a munkaerőpiacnak. Fontos feladatunk a végzettség nélküli iskola elhagyása, lemorzsolódás csökkentése, és ebben élen jár a bench, illetve az a szemlélet, amelyet ők végeznek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az új szakképzési törvény megjelenésekor nagyon nagy figyelmet szánt a rugalmási tanulási utaknak, így azonnal volt egy iskolánk, aki elkezdte ezt a tevékenységet, így dobbantó program, műhelyiskola és orientációs képzés is folyik a benchben. Én nagyon örülök ennek a rendezvénynek, hiszen azt gondolom, hogy a bench most találta meg az útját, azt az utat, amiben ő valóban jó, hiszen a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak egyformán fontos a tehetségek gondozása, így ugyanolyan büszkék vagyunk például az okleves technikus képzésre, egy-egy versenyeredményre, mint arra a munkára, amit itt a benchben végeznek, ahol műhelyiskola keretében egy részszakmát adnak egy tanulónak, illetve segítik azokat, akik valamilyen okból kifolyólag lemaradtak, akár azért, mert sajátos nevelési igényűek, akár más problémájuk volt, és hát én nagyon nagyra becsülöm azt, ami itt az oktatóknál van, azt a szociális érzékenységet, azt a sok-sok szeretetet, türelmet, figyelmességet. Azt szoktam mondani, hogy ők a mindennapok hősei, hiszen nagyon sok embernek segítenek, és én ma nagyon nagy örömmel mutatom meg, hogy teszik itt a mindennapokban ezt a tevékenységet. Az első országos szakmai workshop keretében iskolaigazgatók, főigazgatók, oktatási referensek találkoztak. A bench modell keretén belül arra irányították a figyelmet, hogyan lehet felzárkóztatni a hátrányos helyzetű gyermekeket és gondozni a tehetségeket szakképzés által. A szelektív hulladékgyűjtők szakszerű használatára kéri a lakosságot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Sokan ugyanis nem a megfelelő helyre dobják a szemetüket, noha az edényeken lévő matrica egyértelműen mutatja, mi mehet bele és mi nem. A helytelenül gyűjtött és elhelyezett hulladék nemhogy segíti, sokkal inkább hátráltatja az újrahasznosítást, ráadásul többletmunkát és költséget jelent a szolgáltatónak. Köszöntöm a stúdióban Eberhard Gábort, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Kezdjük talán azzal, hogy milyen eredményre jutott eddig a Kft. A hulladékgazdálkodásban, illetve az újrahasznosításban. Miért is van szükség szelektív gyűjtésre? Igen, és hogy ennek mi az eddigi haszna? Igen. Cégünk ugye 2010-ben kezdte meg a tevékenységét, bizonyos területeken már az előtt is bevezetésre került a szelektív gyűjtés, de megyeszinten gyakorlatilag 2011-től alkalmazunk szervezett szelektív gyűjtést. Jelen pillanatban azért azt látni kell, beszéljünk számokról, mennyiségekről, hogy mindenki tudja hova helyezni, hogy a megyében egy évben körülbelül olyan 120 ezer tonna vegyes hulladék képződik, ami elég nagy szám, ha belegondolunk abba, hogy egy személyautó körülbelül olyan 1 tonna súlyú, tehát annyi vegyes hulladék képződik, ezzel szemben a szelektíven gyűjtött hulladék, tehát amit a sárga kék kukában gyűjtünk össze, az éves szinten olyan 12 ezer tonna lehet, tehát ennek az egy tizede, és a kép sajnos még szomorúbb, ha azt is elmondom, hogy ebből a 12 ezer tonnából is körülbelül csak 6 ezer tonna, tehát ennek a fele az, amit valóban lebálázva újra lehet hasznosítani. Tehát éppen ezért szeretnénk a lakosság részéről egy nagyobb fokú közreműködést, egy aktívabb részvételt ebbe a szelektív hulladékgyűjtésben. Miért is van erre szükség? Ugye nem csak azért van erre szükség, mert ez manapság trendi, meg jól hangzik, hogy szelektív gyűjtés, hanem ennek valós környezeti haszna van, illetve vannak olyan vállalásaink az Európai Unió felé is, amelyeket mondjuk 2025-re vagy 30-ra teljesítenünk kellene. Ezek a vállalások, arányszámok bizony jelentős változást igényelnek a lakosság részéről, vagy a lakosság hozzáállása részéről, hogy teljesíteni tudjuk ezeket a számokat. Én, ahogy olvasgattam, meglepődtem, hogy milyen országok előznek meg bennünket ezen a területen. És kik azok, akik mögöttünk vannak, tehát ugye ez nem gondolnánk. Lehet mondani, hogy mind csak statisztika, tehát nem tudjuk pontosan, hogy valóban azok az országok megelőznek-e minket, de az kétségtelen tény, hogy van hová fejlődnünk, és
muszáj lesz is fejlődnünk. Még azt mondom, hogy ez talán nem is pénzügyi vagy gazdasági feladat és kötelezettség, az is valójában, de nem igazán pénzkérdés. Tehát nem a megspórolt vagy esetleg megnyert pénzösszegekért kell ezt megcsinálnunk, hanem a fenntarthatóság érdekében. És ebben a szemléletváltás, a szemléletformálás. A szemléletváltás lenne a legelső. Így van, így ezért van. Ezért is van most itt. Ezért vagyok itt. Mi az, amivel segíteni tudjuk ezt a munkát, és mi az, amivel hátráltatjuk, hiszen ezzel kezdtük, hogy van, amivel többet ártunk, mint használunk. Igen. Szemléletváltás. Még egy kicsit hagyj lépjek ehhez vissza. Ugye szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, de akárhogy is abba mindnyájan egyetérthetünk, hogy amikor már szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, az csak a második lépés lehet. Az első lépés az lenne, hogy elkerüljük ennek a hulladéknak a kezelését, tehát olyan tudatosan vásároljunk, használjunk használati tárgyainkat, hogy a lehető legkevesebb hulladék keletkezzen. Ha már ezen az első lépésen vagy szűrőn túl vagyunk, akkor jöhet az, hogy szelektív gyűjtés. Mit is értünk ez alatt például itt a megyénkben, hogy szelektív gyűjtés? Ugye a megye 240 településén, településenként legalább egy szelektív hulladékgyűjtő sziget megtalálható, ezen van papír, műanyag és üveggyűjtésére alkalmas konténer minimálisan. Ezen túlmenően minden családi háznál lehetőség szerint, és itt is megragadom az alkalmat, hogy jelezzem, hogy akinek nincs ilyen, az jelentkezzen társaságunknál vagy az adott település önkormányzatnál, és tudunk biztosítani ingyenesen 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ami vagy kék, vagy sárga. Sárga kék fedővel, vagy kék testű sárga fedővel, igen, kék-sárga színösszeállításban van, amiben a szelektív hulladékakat gyűjtheti. Mi kerüljön ebbe a szelektív hulladék gyűjtő edénybe bele? Ugye elsődlegesen gondoltunk arra, hogy az az igazi, ha mindig az ember előtt van, hogy mi kerülhet bele, ezért is van rajta egy matrica, ami felsorolja, hogy mit lehet beletenni. Hangsúlyozom, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edény a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. Tehát olyan papír, fém és műanyag anyagra, amit valamit belecsomagoltak. Tehát attól, hogy valami műanyag, legyen az kerti bútor, gyereknek a kis medencéje, autólökhárító, stb. Tehát attól, hogy műanyag, még nem a szelektív hulladékgyűjtő edényben van a helye, mert ebben a szelektív csomagolási hulladékoknak van a helye. Na mit kezdjünk például egy tévés dobozzal, vagy hogyha a hűtőt kicsomagoljuk, ami körbe van ugye niketellen és mindenféle rétegről rétegre. Fóliákkal. Tehát azon valószínűleg legkívül van egy műanyag réteg, egy polietilén fólia, az minden további nélkül mehet bele a szelektív gyűjtőbe. Van egy vastag kartondoboz, az is a szelektív gyűjtőben van a helye, azzal, hogy azt igyekezzünk a lehető legkisebbre összehajtani. Van a polisztirol rázkódás csökkentő, vagy valami esésgátló anyag. Magyarul mikecel vagy hungarocell. Mikecel vagy hungarocell, igen. Ezt semmiképp ne tegyük a szelektív hulladék gyűjtő edénybe, két okból sem. Egyrészt nem újrahasznosítható, másrészt pedig olyan térfogatot foglal, ami a valóban hasznos szelektív hulladékok gyűjtését akadályozza. És lehet még benne egy nagyon fontos anyag, ezt úgy hívják, hogy pántolószalag. Uh-huh. Ennek az anyaga is műanyag, de semmiképpen ne rakják a szelektív edénybe, mert számunkra a feldolgozási, a válogatási technológia során komoly műszaki problémákat okozhat. Tehát ez olyan gépduguláshoz vezet, hogy egyszerűen kezelhetetlen. Tehát pántolószalagot, magnószalagot, régi videókazettát semmiképp ne rakjanak a szelektív hulladékba. Háztartásból kikerült használt alufólia, folpak csomagolás, egyebek. Az alufólia az alkalmas újrahasznosításra, tehát ebben a szelektív edényben a helye, de a folpak már nem alkalmas, tehát a simán sajnos mehet a vegyes hulladékgyűjtő edénybe. Nagyon fontos lenne, hogy valamennyi PET palack ebbe kerüljön, ebbe a szelektív hulladékgyűjtő edénybe. Azért is, mert a PET az egy viszonylag könnyen újrahasznosítható anyag, tehát kidolgozott technológiája van, ez gyakorlatilag 100%-ban újrahasznosítható lenne, ha belekerülne a sárga edénybe. És hogy hogyan rakjuk bele, az sem mindegy. Ugye itt 1 literes, 1,5 literes, 2 literes térfogatú edényekről van szó. Az ideális az lenne, hogyha ezt valóban kupakot lecsavarva, összenyomva, a lehető legkisebb térfogatúra, majd kupakot visszacsavarva, hogy ne rúgja ki magát, úgy helyeznénk el az edénybe. Ez azért fontos, ugye, mert egy autóba egy minél több szelektív hulladékot be tudunk gyűjteni, míg ha ezt a laposra taposást nem valósítjuk meg, akkor gyakorlatilag a levegőt vagyunk kénytelenek fuvarozni az autóinkban. Ugyanez vonatkozik az italos fémdobozokra? Így van, italos fémdobozok, akár acél, akár alumínium, ezek is gyakorlatilag 100%-ban újrahasznosíthatók, tehát ezeknek is a
szelektív hulladékgyűjtő edényben lenne a összetaposva. Helyük. Összetaposva. Összetaposva lehetőleg, így van. Kartondobozok, italos kartondobozok, teljes doboz, gyümölcsleves doboz. Ez mind jöhet a szelektív edénybe. Kétségtelen ezeknek már nehezebb az újrahasznosítása, de mindenképpen a szelektív edényben van a helyük, mert nagy tételben ennek is van bevált technológiája, tehát újrahasznosítható. Sokszor felvetődik a kérdés, hogy mi az, ami újrahasznosítható, és milyen anyag, amit nem. Először is azt mondanám, hogy az olyan papír, műanyag, ami szennyezett olajjal, zsírral, ételmaradékkal, azt ne tegyük bele a szelektív hulladékgyűjtő edénybe. Azon túlmenően, hogy ő maga alkalmatlan az újrahasznosításra, esetleg még az egyébként arra alkalmasokat is elszennyezi. Tehát ha már egy ételes műanyag edényünk van, vagy öblítsük ki és úgy tegyük bele, vagy akkor sehogy ne tegyük bele, hanem a vegyes hulladékgyűjtő edénybe kerüljön. Mondjuk a kólás flakont is öblítsük ki? Azt nem feltétlenül. Azt nem. Ezek folyadékkal. Teljes flakont? Igazság szerint teljeseket, tehát ami úgymond bomlik és esetleg szaga van, azt mindenképpen öblítsük ki, és csak úgy rakjuk bele a szelektív gyűjtőedénybe. Tudom, hogy ennyire azért nem tudatosak az emberek, de egy hasznos útmutató számukra, hogy elméletileg minden egyes csomagoláson lennie kell egy kis háromszögnek, amilyen újra nyilacskából áll össze, és annak a háromszögnek a közepén van egy szám. Ha ezt a számot megnézik, akkor a 1, 2 és 4-es és 5-ös számmal jelzett háromszögek, azok belekerülhetnek, sőt bele is kell, hogy kerüljenek a szelektív edénybe. 7-ig megy a számozás, tehát az összes többi az viszont nem alkalmas a újrahasznosításra. Szemüveg kell hozzá? Igen, kell hozzá szemüveg sajnos. A legtöbb esetben kell, hogy ezt meglássuk, de ez teljesen biztos, ami oda van írva. Hogy látja, mennyire nyitott erre a lakosság, vagy mennyire formálható a lakosság? Én úgy gondolom, hogy alapjában véve nyitott, sőt, talán azt mondanám, hogy túl nyitott, hogy mindent bele szeretnének rakni a szelektív hulladék gyűjtő edénybe. Ez a lakosság nagy része. Én azt mondanám, hogy 90-95%. De sajnos van egy olyan 5-10%, jobbat nem tudok, renitens, aki úgy gondolja, hogy bármit bele lehet abba az edénybe tenni, és ennek az a következménye sajnos, hogy a teljes hulladék mennyiséget elszennyezi egy-egy ilyen renitens ügyfél. Különösen szembetűnő ez a hulladék gyűjtőszigeteknél, ugye településeken, nagyobb városokban megszokott látvány, háromszínes edény egymás mellett a szelektív hulladékok begyűjtésére. Azt kell mondjam, hogy az esetek nagyon nagy arányában ezt nem megfelelően használják a lakosok. Beleraknak mindenféle olyan hulladékot, amitől ő éppen meg akar szabadulni. Itt korábbiakban kollégáknak kamerán kívül elmondtam, hogy volt olyan edény, amiben másfél mázsa krumplit találtak a kollégák, volt olyan, ahova két személyes ágymatrac volt letámasztva. Tehát ezek a szelektív hulladékgyűjtők nem alomtalanításra szolgálnak. Így van, csomagolási hulladék szelektív gyűjtésére szolgálnak. Amiről nem beszéltünk, és egy mondatban vagy kettőben, az üveghulladék, ami ugye háztartásokból nem tud a semmi kukába bekerülni. Így van, tehát a háztartási 240 literes edénybe ezt nem lehet beletenni, az üveget, mert ugye a technológia során, gondoljunk bele, kézzel történik ennek a hulladéknak a válogatása, tehát az rendkívül balesetveszélyes lenne. Itt csak a szelektív hulladék gyűjtőszigetek, illetve a különböző áruházak visszaváltó rendszerei használhatóak jelen pillanatban, de bízunk benne, hogy éveken belül ebben is lesz változás. De ide is leginkább csak italos üvegekről beszélünk. Öblös üvegekről, így van. Tehát a síküvegek, a jénai üvegek, ezek nem újrahasznosíthatóak. Tehát a különböző italos üvegek azok, amelyek újrahasznosíthatóak, és a 1100 literes üveggyűjtőedényben van a helyük. Gyűjtőszigetekben. Eberhard Gábor, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket, és köszönöm, próbálja szépen a szemléletünket formálni. Igyekszünk, köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a mai 35 perc ezzel a végére ért, tartsanak velünk hétfőn is, addig is vigyázzanak magukra, és teljen kellemesen a hetük. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Köszönjük! És